A paplan ernyős szörfösök télen sem tétlenkednek, még a befagyott tavon sem hagyják ki a jó szelet. Ilyenkor azonban deszka helyett korit húznak. Jöjjenek velünk Gárdonyba, ahol a szörfös hely ilyenkor koris paradicsommá változik. Nem hiába mondják, hogy a fagyos jégvilág varázslatos egy csoda. A hangok is megváltoznak ilyenkor. Van, amikor a rianás víz hangzik a tavon, annak valami ilyesmi hangja van. A rianás az, amikor a jég megtörik a mozgó víz hatására, de amikor egymásra tolulnak a jégtömbök, akkor akár ilyen hangot is hallathatnak. Persze Magyarországon ez ritkán fordul elő, ezért is örülnek annyira a helyiek és a kájtosok a Velencei tónál, amikor befagy a tóvize, legalábbis részben. Jelenleg teljesen sima a jégfelület és az arról visszaverődő hangok okozzák a furcsa hanghatást, az anyatermészet maga visszhangzik tova, az ő hangját erősíti fel a jég. A legtöbb helyen tilos a befagyott tavakra lépni, csak a táblával kijelölt területen szabad a jégre menni. De volt olyan rész, ahol már most is lehetett sportolni. Csinálnak léket, és akkor megnézzük a jég vastagságot, ha eléri a 10 centit, akkor nevezhetjük azt már biztonságosnak. Az itt korizó helyiek számára ismert a terület, azt is tudják, hogy hány centiméter mély a víz. Azért a nádason túlra senki sem merészkedik, de nem is volt baleset az utóbbi időben. A sukoróiak, gárdonyiak, velenceiek örömmel használják ki a hely adottságait ilyenkor télen is. Jácint korábban jégkorongozott, ezért neki sokkal könnyebb megtanulni a jeges kájtozást. Szenzációs. Hát, mint a szágoldás. Tehát, aki tud motorozni és szeret motorozni, és szeret szágoldani 200-al, valami hasonló lehet, csak nyilván nem az a sebességtartomány, hanem mondjuk 30 és 50 km per óra között. Ha valaki nem tud jól korcsolyázni, annak veszélyes is lehet. A protektorok segítenek, hogy kevésbé legyen életveszélyes ez a száguldás. A frontváltozáskor érkezik a szél, ebből idén volt már pár nap, amikor lehetett űzni ezt a sportot. Ha az ember jól elkapja a fonalat, és jó helyre teszi az ernyőt, és jó helyre teszi a munkapontot, és jól ráfekszik a szélre, vagy a jégre, akkor nagy sebességgel lehet döngetni. Az ernyő pedig még akár beszakadás esetén is segítség lehet, hiszen felfelé húzza utasát. Van egy plusz opció kapaszkodni, tehát ki is emel az ernyő, a wing is, a jégszörf is és a kitesurf is, így igaz. Tehát meg sokkal kisebb a felületen a nyomás ezáltal. Azért nem bízzák a véletlenre, mentő mellénnyel, neoprénnel mennek a jégre, és egyéb speciális eszközök is akadnak. Van ez a jégtartó, hogy az ember, amikor mondjuk esetleg beszakadna, akkor meg tud vele kapaszkodni, minden ilyen felszereléssel. Az igazán jó kájtosok akkorival száguldanak a téli fagyos tavon és a fölött is, főleg ha a szél is megfelelő nagyságú. Tudnak ugrani itt akár 4-5-6 másodperces, vagy akár hosszabb hang time-mal tudnak a levegőbe tartózkodni, akár 10 méteres magasságba is felugranak. Aki tud korizni, annak veszélytelenebb, mint maga a korizás, hiszen ilyenkor kisebb súly nehezedik a jégre. Az ernyő, az abban akkor erő van, hogy például, hogyha itt valaki elesik a kájta, akkor és nem tud fölkelni, akkor az húzza magát a jégen. 3-4 négyzetméteres wingernyőnél azt elengedi az ember, és nem történik semmi. Egyszerű dolog egy ilyen kis ernyőt kell tartani a kézbe, és akkor korcsolyával lehet menni vele. Torlázó vagyok, de így kájtos ismerősök, barátok vannak. Igazából ezt a kájtünget én most fogtam életemben először a kezembe, de jó móka. Az utóbbi 5 évben talán 4-5 alkalommal tudták ezt a sportot űzni, úgyhogy ezek a napok igazi ünnepnapok a sporták szerelmesei számára. Talán ez a nap meg egy hét lesz idén is valószínűleg, amikor jó jég lesz. Hét közepére ír egy felmelegedés, reméljük, hogy nem fog felolvadni a jég, de utána megint fagyokat ír minden éjszakára, tehát talán megmarad ez a jég, és még egy-két hétvégére jó lesz.